Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Fiúknál a Nikola Tesla szerb gimnázium, lányoknál pedig a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata nyerte a B-kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjét. A szekszárdi Garai János gimnázium lánykosarasai ezüstérmesek lettek, míg a pécsi Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma játékosai a hatodik helyet szerezték meg. Felsorakoztak a fiú és lány csapatok a B-kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjének megnyitójára. A Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának amatőr kosarasai már többször eljutottak a legjobbak közé. Hát nagyon boldog lennék, ha lenne plusz 10 pontom az egyetemen, de egyébként egyelőre az első 10-be bekerülni már nagy megtiszteltetés lenne. Meg vagyok elégedve, mert nem volt túl sok edzésünk, és nem tudtunk túl sokat gyakorolni, de idén próbáltunk jobban odafigyelni erre is. Hát reményekkel teli lesz, úgy gondolom, ez a mostani. Igazából én második éve vagyok itt ezen a versenyen, és tavaly annyira nem sikerült jól, mint gondoltuk, de ez évben sokkal bizalmasabbak vagyunk az iránt, hogy majd jobb lesz, és tényleg bízunk abban, hogy most erősebbek leszünk, és összetartóbb lesz a csapat. Baranya megyét a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumának csapata mellett a Lővei Klára gimnázium lány, illetve a Janus Pannonius gimnázium fiú kosarasai képviselték. Nagyon örülök neki, mert nagyon népszerű, és a Magyar Diáksport Szövetséggel együtt már régóta, majdnem minden évben országos döntőket, és nem csak kosárlabdában, hanem más labdajátékokban is lebonyolítunk, és nem csak Pécs városában, hanem a megyében is közel 14 ezer fiatalnak évente szervezünk versenyeket a szövetséggel együtt, és nagyon örülök neki, hogyha minél több gyermeket a helyes életmódra és a sportra tudunk terelni. A B-kategória azt jelenti, hogy érvényes versenyengedéllyel rendelkező kosarasok nem szerepelhetnek a csapatokban. Én azt hiszem, ha fognak itt az elkövetkezendő három napban mérkőzéseket látni, hogy azért nagyon magas színvonalú, különösen a mezőny első fele. Ugye azért ezek a gyerekek készülnek erre, tehát azért úgy amatőr ez, hogy az iskolába edzenek, testnevelő tanárok, elhivatott szakemberek azért ugyanúgy fölkészítik őket, csak ugye nincs minden héten, minden hétvégén mérkőzésük. Lányoknál a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata nyerte a B-kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjét. Nagyon régóta dolgozom velük együtt, úgyhogy én bíztam bennük, úgy jöttünk, hogy a döntőbe szeretnénk, és ott majd meglátjuk, de képzeletemet felülmúltával játszottak itt a lányok most. A döntő volt a legnehezebb mérkőzés. Mindig nem a játék miatt volt nehéz, hanem a lelki nyomás miatt nehéz, amikor valamit akarunk elérni, és a lányok is annyira szerették volna, úgyhogy ez volt a legnehezebb. A szekszárdi Garai János gimnázium lánykosarasai ezüstérmesek lettek, míg a pécsi Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma játékosai a hatodik helyet szerezték meg. Hetente egyszer tudtunk készülni csütörtökönként, nagyon lelkesek voltak a lányok egész évben, úgyhogy azt gondolom, hogy amit ki lehetett hozni ebből a hét mérkőzésből, kihozták maximálisan, és nagyon-nagyon boldog vagyok én is, és azt gondolom a lányok is. Mondhatnánk, hogy első bálozók voltunk itt, mert nem jutottunk még sosem négy közé, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy második helyen zártunk, nagyon boldogok lehetnek a lányok is, és én is az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok. A torna All-Star csapatába beválasztották a szekszárdi Angyal Rékát is. Én nagyon-nagyon élveztem, mert igazi csapatként működtünk együtt egész végig, és nagyon sokat dolgoztunk az egész évben, hogy az jól sikerüljön. A tanár úr is nagyon támogatott minket egész végig, meg mindig mindenkiben meglátta a jobbat, és így egymást is folyton motiváltuk, és ez így nagyon-nagyon jó volt. Fiúknál a Nikola Tesla szerb gimnázium csapata lett a 2018-19-es szezon diákolimpiai B-kategóriás bajnoka. Vajszló kivételével a megye valamennyi integrált intézményéből érkeztek gyerekek a tanulásban akadályozott diákok számára kiírt mezei futásra. A legrövidebb táv 1200 méter volt, míg a legidősebbeknek 3000 métert kellett futniuk a Kozár-Mislenyi tó körül kialakított pályán. Korcsoportonként és nemenként az első két helyezett tanuló jutott az országos döntőre.
Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a megye tanulásban akadályozott diákjainak mezei futóversenye. A komlóiak továbbjutási reményekkel érkeztek Kozármislenybe. Hát még elsőnök ez a helyen még nem voltam, most lesz az első, de nagyon szeretnék első lehelyezetet érni. Gyakoroltatok? Igen, sokat gyakoroltunk. Hány kilométert, vagy mennyit kell mennetek, azt tudod-e? 3. Uh-huh. Tovább juthattok szerinted az országosra? Igen, ha oda rakjuk magunkat, akkor igen. Hogy fogod beosztani az erődet? Hát előbb kocogásra kezdtem, és utána az utolsót bele kell húzni. Itt voltam mezei futáson, hát itt első helyezett voltam, most hát várom azt, hogy első vagy második legyek, és gyakoroltam futni. A komlói éltes egymiből 10 diákot hozott el a testnevelő a megmérettetésre. A gyerekek sokat készültek a versenyre az iskolában. Hát igazából nagyon fontos, mert iskolánk egyik kiemelt profilja ez, van egy országos első helyezettünk is, és van több országos második helyezettünk is. Hetente egy atlétika edzésünk van, ami másfél órás, és a gyerekek nagyon élvezettel jönnek, és akkor ez az egy alkalmunk, amikor így fel tudunk készülni. A tavalyi címvédés azt mindenképpen meg kéne ismételnünk, illetve most kicsit több, de nagyobb létszámmal jöttünk, és szeretném több éremmel hazamenni. Az indulók között voltak olyanok is, akik a március elejé Pécs-Harkány centenáriumi országúti futóversenyen is indultak az iskolai váltóban. Nagyon jól sikerült, én ugyanott azt mondtam, hogy szeretném az első 10-be hozni őket, de nagyon-nagyon széles volt a mezőny, így is az abszolút váltó közül a 19. helyen értek célba, ami egy óriási teljesítmény a srácoktól, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk az eredményünknek. Életében a mezei futás, most már harmadik, negyedik éve foglalkozunk, például ebben is kiemelten. Tavaly is sikerült az országosra eljutni, onnan 2 országos bajnoki címet is elhoztunk. Ezeket a hagyományokat követve készültünk idén is, és szeretnénk ugyanúgy eljutni az országosra. A gyerekek aztán nem feltétlen kell, hogy abba hagyják a futást, más keretek között tudunk velük foglalkozni. Ez például azt jelenti, hogy hosszú távú országúti futóversenyeken tudjuk őket indítani, ott újabb csapatokba beépítve őket tudják folytatni a sporttevékenységüket és a sportmunkájukat. A tanulásban akadályozott fiataloknak az 1200, az 1500, a 2000 és a 3000 méterek valamelyikét kellett teljesíteniük. Az a jelentőség ennek a versenynek, hogy a gyerekek itt ezen a szép tavaszi napon jó kifussák magukat, fáradjanak el. De ennek van egy felmenő rendszere. Az országos versenyre való eljutás, ki fog oda eljutni a különböző kategóriákba. Tanulásban akadályozott 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os kategóriákba hirdettünk majd eredményeket, és az első, második helyezettek fognak részt venni az országos versenyen. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó csapat jön az idén is össze, várhatóan. Tavaly is szépen szerepeltek a miénk az országos versenyen, több aranyéremmel, ezüsttel, bronzot értünk hozzá. És azt várom ettől a versenytől, hogy lássuk azt, hogy állnak a gyerekek fizikailag. A megyei fordulóról korcsoportonként és nemenként az első 2 helyezett jutott az országos döntőre. A Zenbukán Kempó érdekessége, hogy olyan távol-keleti elemekből is építkező küzdősportról van szó, amit magyar ember alapított, mára pedig világkarriert futott be az ágazat. Az 1960-as években, amikor személyes misszióként kezdte Magyarországon terjeszteni az alapító Harnos Imre, a kommunista hatalom komoly fenyegetést látott a kezdeményezésben, és illegalitásban edzettek, tanultak a sportolók. A Zenbukán Kempó modern harcművészeti stílus, alapítója Harnos Imre, Ausztráliában élő nagymester. A stílus a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvözi, és igyekszik összeállítani egységes harcművészeti stílussá. Technikai repertoáriában megtalálhatóak mind a pusztakezes, mind pedig a fegyveres alaptechnikák. Igazából nem olyan régen kezdtem el a Kempót, körülbelül majdnem 20 éves voltam, már az egyetemi éveim alatt ismertem meg, előtt
tehát tradicionális jiu-jitsut, jiu-jitsuval foglalkoztam, és egy ismerősöm mutatta meg az egyetemen, hogy van ez a kempó, és nagyon megtetszett, hogy azért itt már a határaimat feszegettem, és ez egy nagyon kemény küzdősport, ahol azért egy célokat, különböző célokat lehet kitűzni magamnak, és fejlődhetek. Úgyhogy igazából ez 2010-ben kezdődött el úgy igazán, és azóta intenzíven tart, és mint versenyző is, ugye, és mint edző is, segédedző is ezen a pályán mozgok. Versenyeztem, illetve ma az ifik voltak, ugye, és a felnőttek, vagy vannak, úgyhogy a gyerekeket majd egy későbbi versenyre fogjuk vinni. Most én már túl vagyok a technikai számokon, illetve egy küzdelmi számon az áviadal, az a full contact bunyós küzdelmen, és még van hátra egy földharc. Eddig technikai számokban annyi ellenfelem nem volt, viszont nagyon fontos volt, hogy itt is megmérettessem magam, még akkor is, ha csak magammal versenyeztem, mert április 10-én repülünk Portugáliába a nemzetközi Kempo világbajnokságra, ahova viszont hát több ezer versenyző lesz, és elég komoly lesz a mezőny, úgyhogy igazából az arra kiélesített technikai számokat próbáltam ide már úgy pódium előtt megmutatni, illetve hát nyilván a küzdelem az viszont sikeres volt, első helyet szereztem, egy ellenfelem volt, úgyhogy ez is egy jó kis elő mérkőzése annak, ami majd ott vár rám. A házigazda Baranya Kempó HSE 1994 óta a megye több településén is működik, így Bolyban, Hidason, Pécset, Romonyán és Bogádon. Összesen 100 versenyzője van a klubnak, gyerek, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában. Technikai versenyszámokban egyszer kell pástra lépni, a küzdelmi versenyszámokban pedig tehát egyenes kieséses rendszer van, tehát ahány ellenfeled van, ez alapján derül ki, hogy hányszor kell majd pásra lépni. Természetesen a legjobbat várjuk a egyesületünktől is. Mi itt nem indultunk most olyan sokkal, mivel igazából mi most az emberi erőt adjuk itt a verseny hátterének, de van egy-két versenyzőnk, főleg a fiatalabbak. Egyelőre a mostani verseny eredményeink, amik már kiderültek, azok jók. Tehát van pár aranyérmünk így szerénytelenség nélkül. A versenyzők létszámában egyértelmű fejlődést látnak a szakemberek. Az elhivatott edzőknek köszönhetően egyre több klub nyílik, sok ügyes kempókával, akik szívesen megmérettetik magukat a versenyeken. Kempóban az a jó, hogy teljesen komplex, tehát nem csak forma gyakorlat van, nem csak földharc van, van minden, tehát ütirugi, földharc, dobásküzdelem, fegyverhasználat, tényleg az önvédelemnek ez a eszenciája, hogy mindent lehet használni. Én úgy látom, hogy nagyon fejlődik jelen pillanatban a Zenbukán Kempó, tehát mondhatni, hogy havi szinten nyílnak új egyesületek, új klubok az országban, és így lassan most már 2500-3000 fő kempóka van, akik rendszeresen edzenek és kempót gyakorolnak az ország területén. Pont ez a jó benne, hogy tradicionálisnak hiszi mindenki, de ez egy abszolút modern és fejlődő sporták, harcművészet, tehát folyamatosan a vizsgaanyagunk, a vizsgakövetelményeink megállás nélkül módosulnak, tehát nincs olyan, hogy megmaradunk valaminél, és azt akkor a mindenen keresztül megpróbáljuk átvinni. Ugye, ahogy fejlődik a világ, úgy fejlődünk vele mi is. A mai napon egy önvédelem versenyszámban sikerült nyernem, tehát mester kategóriában sikerült egész jó kis mezőnyben elsőjét szereznem, illetve a mai napon földharcon fogok még indulni, gi és gi nélküli fogásnemben. Itt az az újdonság, hogy kempóból bevezettük a földharcon azt, hogy lehet testre ütni, de csak akkor, ha az egyik ellenfelek közül az egyik fél a földön fekszik, tehát a földön van, akkor alulról felülről lehet dolgozni. Ez egy picit megbolondítja így a földharc szabályrendszerünket, nem az a hagyományos birkózás. A Zenbukán Kempó érdekessége, hogy olyan távol-keleti elemekből is építkező küzdősportról van szó, amit magyar ember alapított, mára pedig világkarriert futott be az ágazat. Az 1960-as években, amikor személyes misszióként kezdte Magyarországon terjeszteni az alapító Harnos Imre, a kommunista hatalom komoly fenyegetést látott a kezdeményezésben, és illegalitásban edzettek, tanultak a sportolók. 44. alkalommal rendezték meg az ANK úszodában a Delfin kupát. A 6-12 éves korosztály részére meghirdetett úszóversenyre 16 egyesület több mint 200 versenyzője nevezett, melyen a Magyar Úszószövetség regionális minimumvizsgáját is teljesíthették a gyerekek. Ennek sikeres teljesítése a feltétele annak, hogy a sportolók a későbbiekben úszóversenyeken indulhassanak. A kupa az úgynevezett csillagszóró versennyel zárult.
A Delfin kupával a szervezők célja, hogy a legkisebb korosztály felé nyissanak és népszerűsítsék a sportágat. Vannak olyan gyerekek, akiknek ez a rendezvény jelenti az első úszóversenyélményt. A szervezők ezen kívül igyekeznek olyan hangulatot teremteni, hogy minden gyerek és szülő jó érzéssel menjen haza, és a következő fordulóra is eljöjjön. Én most mindenben indultam, és viszonylag jól is sikerült. Lehet, hogy helyezést nem értem el, de örülök, hogy javítottam az időmön. Neked melyik a kedvenc úszásnemed, és miért azt választod? Hát a mellúszás, nem tudom, hogy miért ez a kedvencem, abban egyszerűen jó vagyok. Óvodába kezdtem, nagy csoportba, egy olyan 6 éve úszom, és heti olyan 5-6-szor van edzésem. Mi a célod az úszással, meddig szeretnéd folytatni? Hát, ami eddig tudom, és a tanulásba belefér. Nem szokványos, hogy 25 méteres versenyszámokban mérik össze tudásukat egy úszóversenyen a sportolók. Ezek a távok a Delfin kupán azt a célt szolgálják, hogy egy 6-7 éves gyerek amennyire lehet szép technikával ússza le az adott egy-egy hozt. 10 éves kortól pedig már 50 méteres távokon folyik a verseny. Gyorsba, hátba, mellbe, vegyesbe indultam, és gyorsba meg hátba nyertem. Mellbe második lettem, és vegyesbe még nem tudom, mert ugye most úsztam. A gyors a kedvencem, ott országos ranglistán 6. vagyok 50 méter gyorson, és azt szeretem a legjobban, az megy a legjobban. És te miért pont az úszást választottál sportágra? Hát nekem gyerekkorom, vagyis hát kiskoromban a hátam miatt el kellett kezdenem úszni, és azt mondták, hogy nagyon ügyes vagyok, és menjek el, próbáljuk meg versenyezni, és ez ugye az is jól sikerült, ezért így jött az úszás. Mi a célod az úszással? Ilyen Európa-bajnokságra szeretnék kijutni. Tavaly novemberben volt a főpróbája a Magyar Úszószövetség regionális minimumvizsgájának. Most már élesben folyt a küzdelem. Ennek sikeres teljesítése a feltétele annak, hogy a sportolók a későbbiekben úszóversenyeken indulhassanak. Az volt a főpróbája az egésznek, ott akkor a Magyar Úszószövetség részéről volt lent ugye egy kihelyezett hölgy. Ugye ezt most átvettük, ezt a részét, tehát hogy megkaptuk a jogosítványt, hogy ebbe a régióba, Baranya, Somogy, Tolna megyébe a Delfin kupán lehet ez a vizsgáztatás. Feltétele ugye, hogy legyen egy nemzetközi versenybíró, illetve egy Magyar Úszószövetségtől egy kihelyezett ember. Úgyhogy ez a vizsga, ez évente háromszor fogjuk megcsinálni ezt a Delfin kupát, évente háromszor lesz lehetőség a régióban a gyerekeknek ezt megcsinálni. Az edzők leginkább azt figyelik a Delfin kupán, hogy ki milyen szépen úszik. Az idei megmérettetésre 16 egyesület több mint 200 versenyzője nevezett. Azt gondolom, hogy fantasztikus volt, Árpi nagyon klasszul megszervezte, hiszen nem ez az első neki. Nagyon gördülékeny volt, és azt hiszem, hogy minden fennakadás nélkül, most már jó régóta itt vagyok, és figyelem őket. Mivel Pécset nem olyan sok úszodával rendelkezünk, ugye mindenki tudja, hogy jó lenne még az a bizonyos úszoda, de azt gondolom, hogy sokan is járnak ide, ismerik, és nagyon szeretném, hogyha még többen jönnének, hiszen este 10 óráig, illetve 3:45-ig nyitva vagyunk. Mondjuk délutáni órákban azért még a versenyzők úsznak, de vannak szabadpályák, úgyhogy várjuk szeretettel őket. A kupa az úgynevezett csillagszóró versennyel zárult. A csillagszóróba a versenyen gyorsúszásban a 8 legjobb időt elért versenyző kerül be. 25 métert úsznak, ahol az utolsó mindig kiesik a versenyből. A két döntős pedig 50 métert úszik a végén a csillagszóró kupáért. A PMFC labdarúgó csapata a november óta veretlen Szentlőrincesét fogadta a 22. fordulóban. A két baranyai együttes rangadóját nagy csatában egy értékesített büntetőt követően a házigazdák nyerték. A Szentlőrinc vereségével és a Grosics labdarúgó akadémia győzelmével a két csapat helyet cserélt a tabella élén. A 22. forduló után tehát már a szegediek az elsők. Sokan voltak kíváncsiak a két baranyai csapat, a PMFC és a Szentlőrinc összecsapására a labdarúgó MB3 22. fordulójában. A tét nagy volt, hiszen a vendégek addig a tabella élén álltak, a házigazdáknak pedig nagyon kellett a 3 pont. Az első félidőben kevés gólszerzési lehetőséget dolgoztak ki a csapatok, és a második játékrészben is sokáig úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a találkozó, de a 76. percben a pécsi támadó Fújsz elesett a 16-oson
belül, és a játékvezető befújta a büntetőt. Óriási reklamálás kezdődött, mert nem sokan láttak szabálytalanságot, de a 11-est nem vonta vissza a bíró, Koller pedig nem hibázott. Több gól nem született a találkozón, így a PMFC megnyerte ezt a meccset. Igazi munkás győzelem volt, hozzá kell tennem, hogy rengeteg energiát fektettünk bele a mérkőzésen, mindent megtettünk azért, hogy nyerjünk. És az volt a legnehezebb, hogy a srácokkal elhitetni azt, hogy ebben az osztályban mindenki ellen képesek nyerni. Az, hogy hogy alakult a mérkőzés, milyen szituációban szereztük meg a győzelmet, én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló Szentlőrincieknek ez egy fájó dolog, de ettől függetlenül a mérkőzés egész részében sokat tettünk azért, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Próbálunk minden ellenfélből úgy felkészülni, hogy mindegyes mérkőzésből maximumot, számomra maximum mindig a három pont irányába készülünk fel, tehát úgy szeretnénk az egészre felkészülni, hogy tudjunk tükörben nézni mérkőzés után. A Szent Lőrinc 3 pontért érkezett Pécsre, és a fiúk sokat tettek azért, hogy megszerezzék, fogalmazott Turi Zsolt, a Szent Lőrinc vezetőedzője. Sajnos a támadó zónában az utolsó passzaink rendre rosszul sikerültek, ezért kevés helyzetet tudtunk kidolgozni, kevés nagy helyzetet tudtunk kidolgozni. Mentünk becsülettel előre. Az, hogy ma vesztesen hagytuk el a pályát, az nem a játékunknak volt köszönhető, és nem is annak, hogy az ellenfél játékának, hanem legfőképpen a játékvezetőnek, aki egy olyan büntetőt adott meg, amit a lelátón helyet foglaló 1000 ember közül senki nem látott annak, kivéve ő, és még a segítőit se vette figyelembe, akik azt mondták neki, hogy nem volt büntető. Tehát nehéz higgadtan értékelni egy ilyen mérkőzést. Megyünk tovább, jövő héten készülünk a következő mérkőzésre, és megpróbálunk ebből fölállni, és győztesen kijönni. Nyert a Kozár Miszlány FC is hétvégén, Németh Zsolt együttese a Hódmezővásárhely ellen tudott győzni 3-0-ra. Hétvégén a Kozár Miszlány utazik Szentlőrincre, a PMFC pedig a Szekszárd UFC-t fogadja. Lezajlottak a Fair Play Cup küzdelmeinek tavaszi tornái. Az MLS Baranya megyei igazgatóságához idén 34 csapat, összesen 382 középiskolás tanulóval nevezett. A selejtezők után felmenő rendszerű versenyben juthatnak el a csapatok az országos döntőre. A fődíj minden évben egy nemzetközi mérkőzés vagy kupa megtekintése. 17 fiú és 17 lány csapat küzdött a megyei döntőbe jutásért az idei Fair Play Cup elnevezésű középiskolás tornán Pécsett. A cél a szabadidős futball népszerűsítése és játék lehetőség biztosítása a középiskolás tanulók számára. A komlóiak tavaly a régiós döntőig is eljutottak. Tavaly is voltunk, azt hiszem az országos elődöntőig jutottunk, de megvertük az első két csapatot és az utolsó kettőtől kikaptunk, úgyhogy nem jutottunk be a döntőbe. De mindig szeretek idejönni, már régen fociztam, és most kézilabdázok, és ilyenkor kicsit ilyen nosztalgiám van. Eddig egy vereségünk van, és azt hiszem 7 győzelmünk, úgyhogy elég jól állunk, szerencsére. Az ország középiskolás csapatai korábban a Coca-Cola Cup keretei között versengtek, de 2015 óta Fair Play Cup néven rendezi a felmenőrendszerű tornát a Magyar Labdarúgó Szövetség. Vannak olyan gárdák, melyek már a kezdetektől részt vesznek a küzdelemben. A kezdetektől részt veszünk ezen, most nem tudom, 6-7 éve talán már működik a dolog, és hát szeretnek jönni a fiatalok, a fiú és lány csapattól egyaránt szoktunk részt venni, és mindig örömmel jövünk, az eredmények nem mindig jönnek, de azért érmeket már szereztünk a körzeti tornákon. Egy döntőben nem jutottunk, az lenne talán a következő cél, hogy ez is sikerüljön. Van iskolai sportkra, vannak edzések fiúknak is és lányoknak is egyaránt, de akik itt vannak, nem mindenki jár oda, de iskolai órákon azért sokszor fociznak, ugye a fiúknak azért ez egy jó elfoglaltság, úgyhogy negyek közel együtt fociznak, van egy pár ember, akit egy osztályban 4-5 ember, ők azért sokszor órákon tudnak együtt játszani. Valakik csak itt találkoznak egymással egy versenyszinten. A Pécsi Református Gimnázium csapata tavaly a régiós döntőig is eljutott, ahol bronzérmes lett, így nem ment tovább az országos döntőre. Megmondom az őszintét, nem hittem volna, hogy tudunk nyerni, de hála Istennek erős a keret. És van egy sztárjátékosunk, az én cipőmben játszik, és berúgta a gólt.
Hála Istennek. Mi négy éve, egy gimnáziumi osztály vagyunk 4 éve. Hát tesi órán szoktunk labdázgatni, aztán elhozzuk ide a tudásunkat. A Fair Play Cup küzdelmeiben labdarúgó versenyengedéllyel nem rendelkező tanulók vehetnek csak részt. Én edzésekre nem járok, mert nem nagyon érek rá, de szoktak lenni. És eddig még csak 2 ilyen Fair Play kupa tornán indultunk, szóval szerintem még annyira nem vagyunk úgy nagyon összeszokva meg. Nem nagyon teljesítettünk olyan nagyon jól, de játszhatnánk jobban, de szerintem mindent beleadtunk. A régiós döntőben Komárom-Esztergom, Budapest, Tolna és Fejér megye csapataival mérkőznek meg a baranyaiak, ahonnan az első 2 helyezett jut a fináléba. A sorozat fődíja minden évben értékes külföldi utazás. A tavalyi győztesek például az Atletico Madrid Inter mérkőzésre kaptak jegyeket. De hogy idén mi lesz a legjobbak jutalma, az meglepetés. Csak a döntő napján tudják meg a résztvevők. 3-1 arányban nyert a Mohács a PTE Peac elleni U16-os rangadón Pécsett. A Mohács ezzel a pécsváradi Spartakusz ese és a Siklósi FC mögött a 3. a tabellán. A Peac pedig egyelőre a 6. helyet foglalja el, hiszen előttük van a Bói ese és az Ócsárd ese is. Jobban kezdte a pirosmezes Mohács csapata a soros U16-os bajnoki mérkőzést. Szukfi Róbert együttesének célja a dobogós helyek egyikének megszerzése, míg a fehérmezben játszó PTE Peac az 5. helyért küzd ebben a szezonban. Az első félidőben még ki tudtak egyenlíteni a házigazdák, de a Mohácsnak több helyzete is volt, amit a pécsi kapus bravúrral védett. A Peac támadásait rendre hárították a mohácsi védők, és a házigazdák nem is találtak többször a vendégek hálójába. Szukfi Róbert tanítványai még 2 szép gólt szereztek, és ezzel 3-1-re nyertek a Peac ellen. Én azt gondolom, hogy egy abszolút tűrhető kis mérkőzést játszottunk. Jó idő, nagyon jó pálya. Meg vagyok abszolút elégedve. Hála Istennek, most már több U16-os játékosunk felnőttel tud edzeni, és szépen lépegetünk előre. Legyenek futballisták. A Fehérroli és a Mihálovics Gergő tanulmányok, illetve egyéb okok miatt nem tud a tavasszal velünk lenni. Jövő héten egy rangadót játszunk, Siklósra megyünk. Holt versenyben vagyunk, másodikak a Pécsvárad mögött, ők és mi. Hát ott egy, remélem, egy kis parázsmérkőzés lesz, és gyerjen a jobb. A PTE Peac csapatának tehát a célja az 5. hely megszerzése idén. Az őszi szezonhoz képest nem sokat változott a játékos állomány. Én meg vagyok elégedve a gyerekek teljesítményével. Az ősszel még 10-et kaptunk tőlük ott Bohácson, ahhoz képest én úgy gondolom teljesen partnima voltunk. Hát egy góllal azért a csapat még jobb, a Mohács. Neki szerencsével lehetett volna szorosabb is, de teljesen meg vagyok a küzdeni akarással, sejjenként a játékkal is. Gyakorlatilag ugyanazok vannak, 2-3 új játékos van. Hát illetve olyanok vannak, akik még akkor nem fértek be a csapatban, hát itt voltak azok is, csak mi nem fértek be, fejlődnek szép lassan a gyerek, nagyon rendesen járnak edzésre, sokan vagyunk, úgyhogy szerencsével. Én nem panaszkodok, legtöbb helyen nagyon kevés a utánpótlás játékos, nálunk úgy néz ki, hogy ifitől kezdve a mozsikig pillanatja nagyon sok. Egyébként ezeknek a meccseknek sajnos ebben a mezőnyben, ebben a bajnokságban nagyon sok meccs van, hogy 15-0, 20-0, mi is már győztünk. Én akkor inkább azt mondom, kapjunk ki 1-2 góllal, de egy olyan meccsen, ami a gyerekeknek ez a további fejlődésünk hát jobban szolgálja, mint hogyha itt 10-15 góllal gyerünk. A következő fordulóban a PTE Peac Villányba utazik, a Mohács pedig a Siklósi FC ellen lép pályára, szintén idegenben. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!